A tavalyi szezonban az utolsó fordulóban szalasztotta el a fejütást az MB2-es kisvárda labdarúgó csapata. Épp a rivális Balmazújváros otthonában szenvedtek egy nullás vereséget, ezzel a hazai csapat nyerte el az MB1-es indulás jogát. A nyáron aztán jelentős változások zajlottak kisvárdán, 10 új játékos mellett Kondás Alemér személyében új vezetőedző le a padra is. A tíz új ember beépítése nem volt egyszerű feladat, de Kondás elemér jól oldotta meg a feladatot. Az újak közül például Mátia Misics és Brana Ilics is, nem csak a kisvárda, hanem az egész másodosztály meghatározó játékosai lettek. De a kötelező szerepeltetés miatt a csapatba kerülő fiatalok közül néhányan megragadtak a kezdő 11-ben is, így a jobb oldali középpályás pozícióban Bogdán Mennyik, vagy a kapuban az ifjú zöldes illés. Az első tíz mérkőzésen másik két fiatal játszott, a, a Zánko, illetve a, a Fodor. A tizedik forduló után pedig úgy találtuk igazságosnak, hogy eltelt a fél szezon, nézzük meg a többieket, ott vannak edzettek normálisan, és hát valóban telitalálatnak bizonyult. Hozzáteszem, a szezon kezdetekor az illés még az edzéseken azért nem mutatott ö, ö, olyat, ami alapján itt be lehetett volna rakni. A mennyiknek is szokni kellett a magyar stílust, ő azért máshoz volt szokva, de a fizikai mutatóik, a szemléletük, a mentalitásuk az egyértelműen predesztinálta arra őket, hogy ide tudjuk a kezdőbe helyezni. A szezonban két kiemelkedő mérkőzést is sikeresen vívott meg a Kisvárda. A Magyar Kupából a Fradi tejtették ki egy nullával, illetve az MB2 lista vezetőjét, az MTK-t is hasonló arányban győzték le a bajnokságban. A Ferencváros elleni mérkőzés inkább presztízs jellegű volt, akkor ez egy ajándék volt a csapatnak, nem gondoltuk, hogy van esélyünk. Teljesen más volt a két mérkőzés a Ferencváros ellen, óriási lelki nyugalommal, tudtuk, hogy csak a Ferencvárosnak van veszítve valója, léptek pályára a játékosok, és egy nagyon jó, látványos, élvezetes mérkőzés játszottak. Az MTK ellen pedig egyértelmű volt az elvárás, hogy nyerjünk. Hát hatalmas különbség van a mérkőzés előtti felkészítés tekintetében, azért a fejeik a játékosoknak másként viselkednek egy-egy ilyen szituációban, és más teljesítményt is tudnak leadni. Amikor sikerült az MTK ellen megszerezni a gólt, onnantól kezdve mindenkinek az lobogott, akarva, akaraton a tudatában, hogy na most ezt meg is kell őrizni. Jelenleg 14 győzelem mellett 5 döntetlen és mindössze két vereség szerepel a Kisvárda neve mellett. 47 pontjával a feljutás jelentő második a tabellán az együttes, 5 ponttal lemaradva az élava semtékától, és jelentős 10 ponttal megelőzve a harmadik békés csabát. Az utolsó 4-5 mérkőzés nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, talán betudható ennek a MTK elleni Ferencvárosi mérkőzésnek is, hogy picit elfáradtunk, illetve a végére már nem voltak meg azok a váltás lehetőségek, amelyek a szezon során, és hát ezért csökkent, mert volt 13-14 pontos előnyünk is. Valóban az MTK-nak az öt pontja egyébként soknak tűnik, nem azért, mert az öt pont maga számszakilag sok, hanem az MTK-nak a teljesítményét figyelembe vesszük, illetve a miénket, akkor megvan ez a különbség, ez a differencia. Azért azt el kell ismerni, hogy ők nem úgy jutnak most föl, vagy biztos, hogy fölfügg, vezetik a tabellát ilyen mennyiséggel, mint tavaly a felcsút, mert ő rá is ugye azt a jelzőt aggatták, hogy Torony majd föl fog jutni, ez nem így történt. A mi helyzetünk azért most egy picit másabb, nekünk azért vannak most jó játékosaink, de a játékunk azért valljuk őszintén időnként még akadozik, de ez köszönhető a stílusunknak is. A sikeres tavaszi szereplésre, illetve a cseppet sem elérhetetlen feljutásra készülve erősítéseket is tervez a kisvárda a baloldalra mindenképpen igazolnának. MB1-es, illetve Kárpátalján az első osztályban focizó játékosok érkezése van tervben.